Varjú László, DK elnök a vendégem, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Fülig ér a szája. Így van. Alelnök úr, hogy olvasom itt a Népszavában is, hogy fölényes baloldali győzelem Zuglóban, egyébként a túloldalán az újságnak, vagy a folytatásban, aztán valami jelző van, hogy ripityára verték a Fideszt. Nagyon örülednek. Igen, ez így van. Örülök annak elsősorban természetesen, és köszönjük a választóknak azt a támogatást, amit itt az együttműködésben a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a PM, illetve a Párbeszéd és a helyi egyesületnek az együttműködésének eredményeként ezt a kiváló eredményt el tudtuk érni. Tehát aki élt és mozgott, összefogott, hogy így győzedelmeskedjenek. Egyébként Bicskei Bence győzelméről van szó, azért említsük a Igen, egy fiatalember. Ő egyébként azt mondta, hogy számítottam a nagy győzelemre, de az, hogy ilyen arányjal nyertünk, engem is meglepett. Azért, akik országos politikával foglalkoznak, aztán majd ne maradjon önben az előző gondolat, valószínűleg azért azt is hozzáteszik mindjárt ehhez, hogy ez egy pici győzelem, nem kellene feltétlenül ebből olyan nagy általánosítást levonni, vagy mégis? Az általánosítás levonása helyett egy fontos állomásnak tartom magam is, hiszen az elmúlt évek alatt, 2014 óta érdemi, fontos időközi választást a Fidesz elbukott. Ez is szerencsénkre és a sok munka eredményeként Zugló is ebbe a kategóriába tartozik. Ezzel még nem biztos, hogy lehet országgyűlési választásokat nyerni. De biztatást adhat arra, hogy ott, ahol az együttműködés létrejön, ott, ahol az egy ellen politika, ahol érdemben arról szól a történet, hogy a Fidesz ki tudja megverni, azt a választók támogatni fogják. De hogyha ennyire egyöntet alelnök ura az ellenzéki összefogásnak, és így nézve mondjuk egy ilyen típusú győzelem, mint ami Zuglóban megtörtént, akkor hogyan lehettek annyira balfékek, már ne haragudjon, hogy ezt mondom önnek, hogy ezt Józsefvárosban nem tették meg, ahol viszont a Fidesz verte ripityára a baloldalt. Ott mindenkinek azt üzeni, hogy nem teljesen, de a lényeg az, hogy ott a jelöltek, mondhatnám úgy, és az őket támogató pártok nem tudtak megállapodni, és mivel itt nem volt erre lehetőség, ezért a Demokratikus Koalíció csak bíztatta szavazóit, támogatóit, hogy a demokrata jelöltek közül válasszanak maguknak. Mi azt szerettük volna, hogyha közös jelöltet tudunk ott is állítani. Erre ugye ott volt az MSZP részéről Pityinger László, akit legtöbben ugye dokmenként, előadó művész reperként ismernek, és volt még egy hölgy, lelkész hölgy, igen. Elnézést kérek. Bona Márta, igen. Szóval akkor ott ezek szerint nem tudott, vagy nem tudtak összefogni kellően, vagy kellő időben? Ott az együttműködés nem alakult ki, ezért mi ezt ajánlottuk, és ezt támogattuk volna, ezért mi ebből kimaradtunk, a közvetlen támogatásból és jelölésből. Egyébként van arra teória feltételezés, ha mégis összefogtak volna, akkor ott milyen eredmény született volna Józsefvárosban? Egyidejűleg, hogyha a számokat nézzük, és egyébként ez a többi választásnál is érdemes ezt elvégezni, hogyha a demokrata jelöltek együttműködése elvezet oda, hogy egy jelölt mérkőzik meg, akkor nagy valószínűséggel meg tudja verni a Fideszt. A de Fidesz ezt csak a számokból tudják összerakni, ez egy statisztika. Ez én úgy biztos, gondolom, hogy ez valós életben így működik. Elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre inkább bízhatunk abban, hogy az emberek a Fideszt le akarják váltani, az időközi választások ezt támasztják alá, és a választási törvényt figyelembevételével erre akkor van igazán esély, ha az egy ellen politikával egy jelöltet tudunk állítani. Alelnök úr, ha az ön szavaiból indulunk ki, aztán majd árulja el, hogy ilyen nagy betűkkel mit írt ide a papírjára, hogy ne maradjon az ott kimondatlanul. Túl, annyit láttuk, hogy túl, de ez majd elmondja. Na, szóval visszakanyarodva a kérdésemre, hogyha ezekből a statisztikákból indulunk ki, akkor ezek szerint megvan már az együttműködésnek a lehetősége, ha papíron nem is, de fejben biztos, hogy a DK és az MSZP nagyon-nagyon szépen a következő napokban, következő hetekben, nem tudom, majd azt elmondja, össze fog borulni és össze fog fogni ugye a parlamenti választásokra. Én inkább szélesebb körű együttműködésről beszélnék. A demokratáknak az a legnagyobb kihívás, hogy igenis ezt a 106 választókerületben vagy időközi választásokon előállítsák azt a helyzetet, hogy a Fidesszel szemben egy jelöltjük lesz, a Demokratikus Koalíció évek, de hónapok óta most már kifejezetten egy ellen politikát hangsúlyozva ajánljuk mindenkinek, és nagyon örülök annak, hogy Zugló is ezt bizonyította be, és alátámasztja ezt a
megoldást. Két párt között az elmúlt napokban közeledtek az álláspontok, a tárgyalásra való hajlandóság? Jelenleg az történik, hogy a Demokratikus Koalíció március 4-i kongresszusunk óta egyébként egy aktív országjárásban van, és ma inkább erre koncentrálunk. Jó, ezt csinálja az MSZP is. Közel 200 helyen vannak találkozóink, és éppen ezek a tapasztalatok is ezt erősítik egyébként. Igen, most ezt a munkát végezzük el, bízom benne, hogy a következő hetek éppen az uglói tapasztalat alapján is megerősítik mindenkit abban, hogy az egy-az-egy ellen politikát kell érvényesíteni. De a két párt, két nagy embere, Gyurcsány Ferenc és Botka László nem találkozott az elmúlt nem időszakban? Nem találkoztak az elmúlt hetekben, hónapokban. Van arról tudomása, alelnök úr, hogy a két nagy ember, Gyurcsány Ferenc és Botka László a következő hetekben, időszakban találkozni fog egymással? Én egy dolgot tudok mondani, hogy mi készen állunk mindig a megbeszélésre. Bizonyítja ezt például az időközi választásokon, ahol helyben és az országos elnökség és Gyurcsány Ferenc egyetértésével, támogatásával ezek a megoldások kialakultak, és ezek eredményre vezettek. Amikor azt mondja, hogy készen állnak az egyeztetésre, erről tud például Botka László is? Természetesen mi ezt az elmúlt időszakban, ugye most már azt kell mondjam, hogy hónapokkal ezelőtt ezt elmondtuk, megüzentük, leírtuk, minden csatornán elmondjuk ezt a történetet. A dolog lényege az, hogy itt van nekünk egy jó példa Zuglóban, ahol az együttműködés eredményre vezetett, nekünk erről kell beszélni. Milyen jó, hogy ezért erre minden mondatába ezt bele tudja csinálni, de jó, mondjuk persze nyilván lehet is ennek örülni az önök részéről. Azért nem szeretném elengedni a fülem mellett ezt a félmondatot. Ezek szerint hiába üzentek Botka Lászlónak, Botka László nem jelzett vissza Gyurcsány Ferencnek a találkozó időpontjával kapcsolatban? Mi nem üzengetni szeretnénk. Mi azt szeretnénk, azt hogyha mondtuk, ez írtak levelet, e-mailt, nem tudom én. Igen. De tehát akkor mi a válasz? Várjuk türelemmel, eljön az időpontja annak akkor, amikor erre sor kerül. Bízom abban, hogy erre a találkozóra sor kerül. Mi készen állunk. Mikor lenne az utolsó nem időpontja rajtunk, ennek? Nem rajtunk múlik, és soha nincs utolsó időpont. Hát de, mert... segítsen már nekem. Május 24-27, mikor lesz az MSZP-nél? Igen, várhatóan akkor lesz egy nagy rendezvényük, kongresszusuk. Nagy kongresszusuk, így van. De talán ettől lesz független, a döntéseit minden párt maga meghozza, nekik lesz egy ilyen állomás. Mi ezen a részén túl vagyunk, a Demokratikus Koalíció készen áll a megbeszélésekre. Még egy dolog, alelnök úr. Szintén a Népszavában van erről egy rövid kis részlet. Azt mondja, itt van a kezemben, nem tudom, majd itt valamelyik kamera, nem biztos, hogy föl vannak, de már látom, már jön a Jimmy. Gyurcsány, 2. Putyin zsarolja Orbánt. Maga is látta azt a kompromitáló dokumentumot, amivel Vlagyimir Putyin évek óta sakban tartja Orbán Viktort, jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke az ATV-ben szombaton. Szerinte az oroszok szembesítették a miniszterelnököt bizonyos tényekkel, dokumentumokkal, amelyek meglehetősen kínosak ránézve ahhoz, hogy legalábbis 5-ször megfontolja, hogy teljesítse Putyin elnök kéréseit. Mit tudunk erről a bizonyos dokumentumról, alelnök úr, amiről Gyurcsány Ferenc beszél, vagy tesz említést? Annyit, amennyiben el is hangzott Gyurcsány Ferenc szájában. De miről van szó? Hogy alapvetően Orbán Viktor zsarolhatóvá tette magát az elmúlt évek alatt, és éppen ezért visszaélnek ezzel a helyzettel, mármint elsősorban orosz szempontból, igen, kihasználják azt a helyzetet, és így az egyik pillanatról a másikra egyébként egy korábbi antikommunista, egy orosz ellenes politikai vezető Orbán Viktor egyszer csak nagy orosz barát lett. Hogy várjon, mivel tette magát Orbán Viktor zsarolhatóvá az ön szavaival élve? Én azt hiszem, hogy kövessük azt a megoldást, amelyet Gyurcsány Ferenc ajánlott. Ha hogy ezért... ő látta ezt a dokumentumot. Igen. Na, de hát akkor miért nem áll Gyurcsány Ferenc elő ezzel a dokumentummal? Ugye egyik oldalról a nyilatkozatában elmondja, hogy azért is, mert erre nem hatalmazták fel, és erre lehetőséget nem adtak neki, de ennél fontosabb, hogyha ezért a kijelentésért őt bárki megtámadná, akkor bíróság előtt ezt bizonyítani tudja majd. Annyira és szerintem ezt a nyomvonalat kell követni. Annyira szeretem a politikusokat és a választókat. Ennek nagyon örülök. Még jobban szeretik a politikusokat, de tudja miért? Igen. Azért, mert nagyon sok választópolgárban még mindig ott él az az idealisztikus felfogás, hogy a politikus őszinte.
Úgyhogy most játsszuk ezt. És az őszinteség az átjött, és az előbb el is mondtam, hiszen arról szól a történet, és ma idáig tudunk elmenni. De nem csak azt kérdeztem volna a elnök úr, hogy ön tud arról, amiről Gyurcsány Ferenc beszél? Én azt olvastam el, amit... kapcsolatban zsarolhatják Orbán Viktor? Én azt javaslom, olvastam, én ennél többet nem tudok. Tehát ön csak azt tudja, hogy létezik valamilyen dokumentum. Igen. De azt nem tudja, hogy mivel kapcsolatos. Ha azt is tudásnak tételezzük fel, amit az előbb elmondtam, hogy Orbán Viktor korábbi orosz ellenes politikusból egyik pillanatról a másikra orosz baráttá vált, akkor én azt feltételezem, hogy ennek oka van. És éppen ezért én azt gondolom, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Nem lehet, hogy... Na, szóval nem lehetséges az, hogy ezt bedobtak valamit, egy kavicsot a vízbe, hogy ott az én gerjesszem unámokat. Próbálják ki. Próbálja ki Orbán Viktor, aki úgy gondolja, de hogy ezzel... De próbálja ki Gyurcsány Ferenc? Hogyha van ilyen miért ő neki kellene? Ő mondta, hogy tud erről a dokumentumról. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor, ha úgy érzi, hogy megsértődött, akkor perelje be. És akkor bizonyításra kerül. Hát ezzel kapcsolatban ezt még nem lehet perelni. Ezt nyilván a legtöbb jogász is tudja, vagy még jogásznak se kell. Tehát ez alapján nem lehet perelni. Ha lenne konkrétum, ami nem felelne meg a valóságnak. Ha bátorsága van valakinek, akkor tegye meg. Én most elsősorban Orbán Viktorra gondolok, tegyék meg. Na, jó kis beszélgetés volt. Ja, tényleg, mit írt még oda? Mi történik? Mert hogy mosolyra van okunk, igen? De nem a mindennap kétkezi munkát végző dolgozóknak. Ja, jöjjön vissza máskor, mert hogyha megfordul, akkor már lejárt réges-rég a beszélgetésünknek az ideje. Tudom a munkatörvénykönyvével kapcsolatban. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Gyorsan. És ez pedig az, hogy vissza kell vonni a parlament elől ezt a törvényt, és üljenek le a szakszervezetekkel tárgyalni, mert a munkavállalókat nem érheti ilyen hátrány, hogy kifizetés nélkül őket dolgoztatják. Elszaladt az idő, elnézést, elnök úr, de sok mindent átbeszéltünk. Köszönöm a lehetőséget.